felezett mézes körtét, én hosszába gondoltam elfeleznünk, és akkor így a klasszikus körte alak, mint a női alak tud megjelenni. A pincérek szakmai részmester vizsgájával kezdődött az a vizsgasorozat, amely a hiány szakmák képzési programját zárja. A vendéglátó szektorban egyre kevesebb a képzett pincér, a legtöbben ugyanis Budapestre és környékére mennek dolgozni, de sok fiatal külföldön vállal munkát. A térségben nem csak a nyíregyházi iskolákban van lehetőségük tanulni a diákoknak, Kisvárdán és Vásárosnaményban, de akár külföldön is elsajátíthatják a szakma fortéjait. Nagyon sok iskola külföldi kapcsolatot tart fenn, külföldi iskolákkal, és oda, aki erre érdemes, akkor az ott megjelenik. Hát most nem akarok tényleg személyeskedni, de a Lónyai iskolában voltam egyszer zsűri elnöke, és ott a baptista egyház felajánlotta, hogy Jeruzsálembe mennek 10 napra, és el is mentek, akik győztek, az a csapat. A mesterjelöltek teljes körűen adtak számot tudásukról, kezdve a vendégek fogadásától, a szervírozáson és italkészítésen át egészen a vendég távozásáig. A következő feladatuk lesz majd a élő munka. Átterítenek egy másik asztalsorhoz itt oldalt, az már szerényebb. Itt 2 személyre kell felszolgálni, és angol szervizt kell alkalmazni. Az angol szervizt Magyarországon, őszinte vagyok, nem nagyon alkalmazzák, de nekünk a vizsgakövetelményben, a mesterkövetelményben ennek meg kell jelenni, mert ez a legmagasabb színvonal. A képzés meghozza az eredményét, hiszen a következő lépés egy országos továbbképzés, amelynek keretében 6 városban 4 előadóval fogják bemutatni a legújabb trendeket. A tanfolyamok népszerűek, hiszen nem csak jó hangulat fogadja a mesterjelölteket, szakmailag felkészült oktatóktól ismerhetik meg a legújabb irányzatokat. Az újdonságokat nem lehet mindig tanulni. Folyamatosan változik ez a szakma, és mindig jönnek új dolgok. Inkább azt mondanám, hogy aktualizálódtunk. Hogy most milyen trendek vannak, miért azok, és valószínű útvonalat néztünk, hogy merre fog ez tovább haladni ez a szakma. A szakmai részmestervizsgák holnap a villanyszerelők, holnap után pedig a szakácsok megmérettetésével folytatódnak.